Itt állok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Percelmor Szakképző Iskolája és Kollégiuma előtt, és itt a gyakorlati oktatás vezetőhöz fordulok, Veldernél Szőcs Gyöngyihöz, akik Bonyhádról érkeztek, és kérdezem, hogy milyen képzési palettával kínálják meg az érdeklődő diákokat a technikumon belül. Iskolánkban technikumi és szakképző évfolyamokat fogunk indítani. Az új szakképzési stratégia keretében a technikum 5 éves képzést fog jelenteni a diákoknak, akik először érettségiznek, aztán az érettségi után a szakmai érettségivel egy szakképesítést is szereznek, ami egy 5-össel kezdődő OK-s és szakmát fog takarni. Ezzel a szakképzéssel egyetemre, főiskolára is mehetnek. A technikumon belül a hagyományos pénzügyi számviteli ügyintézői képzést fogjuk indítani. Ezen kívül 2 informatikai képzést, az egyiket úgy hívják, hogy infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus, a másikat pedig informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusnak. Ezen kívül még épületgépész technikust és könnyűipari technikus képzést szándékozunk indítani. Emellett a szakiskolai képzés is nagyon keresett iskolánkban. A szakiskolai tanulók 3 évet tanulnak, 1 évig tanműhelybe járnak, utána pedig külső gyakorlati helyen teljesítik ezt. A külső gyakorlati helyen már tanuló szerződés helyett munkaszerződéssel fognak várhatóan a tanulók dolgozni. Ezzel is próbálják meg az ösztöndíj mellett ösztönözni arra az embereket, hogy egy jó szakma manapság lehet, hogy többet ér, mint egy diploma. A szakmunkás képzésben asztalos, központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő, kárpitos, szerkezetépítő és szerelő képzéseket indítunk. A nyílt napunk november 28-án csütörtökön lesz, Bonyhádon az iskolánk épületében, ami a központban található, a Széchenyi tér 18-ban. Reggel 8 órakor kezdünk. Egy tájékoztató után mindenki meglátogathatja a szakmai órákat, a tanműhelyeket is. Várunk minden érdeklődő tanulót, és természetesen a szüleiket is.